Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Ez így nagyon furcsa egyébként így videómozni, de most csak így tudom megoldani. Itt vagyunk Erdélyben a csapatépítőn, tudjátok, és nagyon szeretitek, tudom, a room tour videókat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok nektek egy ilyen nagyon rövid room tour videót, és megmutatom, mi van a hotelszobámban. Bálványoson vagyunk, ezt érdemes tudni, úgyhogy menjünk szerintem körbe a szobában, és remélem, hogy izgalmas lesz nektek ez a room tour videó. Itt van az előtér egyébként, itt jössz be, ott van egy ilyen világítós izé, ami bevilágítja az egészet. Ott vagyok én is. Itt igazából semmi érdekes nincs. Felépítése az egésznek, hogy is van. Ajtó, és akkor bejössz magába a szobába. Tovább haladva, ugye van a tükör, hello, ahol láttatok már engem, és akkor ez az a szoba, és menjünk át részletesen, hogy mik is találtok a szobában. Itt van egy kép, ami egyébként nagyon jól néz ki. Van egy ilyen kis dívány, aminek egyébként nagyon jó a mintája, nagyon tetszik így ez a kis berendezés így, ez így a kocka, ez kb. Úgy néz ki, mint bármilyen magazinban egy ilyen kis lakberendezős kép, így nézve. Van itt egy kis asztalka, felrakhatod a lábad, de nem feltétlenül arra való, mert hogy ugye üveglapja van, és inkább arra van, hogy rakd fel a poharakat és italokat rá. Ugye itt van egy lámpa, aminek fogalmam sincs egyébként, hogy működik, mert ugye nincs olyan bekapcsoló cucca, és ott sincs ilyen kis lehúzó, úgyhogy nem tudom most... Nem tapsos. Úgyhogy erre nem jöttem rá igazából. Tovább haladva, itt van amire rárakhatod igazából a lábad. Van egy kis kuka, van egy ugyanolyan mintájú szék is, asztal ugyanúgy üveglappal itt középen. Itt jelzi, hogy a Bálványos Resortban vagyunk, ugye Grand Hotel Bálványos Resort. És itt vagyok én megint csak tükörben. Hi. Tovább haladva itt van egy telefon, fel tudok hívni igazából bárkit. Halló. Poharak, snackek, tévé. Nem nézek 4 éve tévét, szóval erre egyébként amúgy nincs szükség. És lent található a minibár, amit amúgy mindig ki szoktunk üríteni, szóval itt amúgy megtalálható az egyik családi vállalkozásunk is. Pálinka főzde, ott a pálinkán, gyerekek. Tovább haladva, függöny és az ágy, amit ugye hát Erdély medvebőr borít. Amúgy nem, ez tuti nem medvebőr. Két személyes az ágy, van két lámpa, van egy ilyen nagyon király lámpatartó. Tiszta, ez igazából egy tuskó, gyerekek, aminek amúgy ilyen cuki kerekei vannak ott alól. Tuskónak hívják Magyarországon. Falönk Magyarországon. A tuskó az, ami vágják a fát. És ez pont úgy néz ki. Jó. Ez egy tuskó vagy egy farönk? És akkor jön a lényeg, ami szerintem amúgy tényleg a lényeg. Kihaladsz az erkélyre, és ilyen kilátás fogad téged. Hát ez, gyerekek, tényleg Erdély. Azért erre kelni minden egyes reggel, mondjuk úgy, hogy meg tudnám szokni. És ott a kis cuki Audink, amit kaptunk az Auditól, azzal jöttünk, egy új Q2-es, köszönjük szépen, és akkor ez itt a kilátás, ami egyébként le lehet feküdni, lehet napozni, lehet csillezgetni, aludni, és még nagyban van hó, ahogy lehet látni a tájnál. Rengeteg fa van, azzal tudjuk majd, veterán nézőim tudják, hogy mit fogok csinálni, de hát az egy másik videó. És ennyi lett volna ez a rövid room tour, remélem, hogy tetszett nektek. Ez ilyen kis tényleg basic videó, csak így egy ilyen plusz videó, bónusz videó, hogyha szeretnétek megtudni, hogy milyen szálláson, szobában voltam itt, amíg volt a csapatépítő Erdélyben, akkor itt ez a videó is ilyen. Kihagytam még a fűtőt, úgyhogy meg az is benne van a szobában. Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, még nem vagytok, én Dezső Bence vagyok, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Let me start out with a question. Let's treat it like confession. Can see that you've been stressing. Tell me, are you okay? Every day has been a lesson. Been praying for a blessing, but nothing ever changes. So you hope for better days. Yeah. Ask me about where I've been.